Befejeződött a Hell Szikszói üzemének 3 évig tartó 30 milliárd forintos fejlesztése. A magyar cég mára a világ egyik legjelentősebb energiaitalgyártója lett. A beruházást a kormány is támogatta 7 milliárddal. Az utolsó lépésként egy futurisztikus automata raktárépületet adtak át. Közben a Gyermei tésztagyárban éppen arra hívták fel a figyelmet, hogy milyen fontos kihasználni a 21. századi technikát az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban is. Ahogy halad előre az öllés, mindig apró szemcsére vágjuk a búzát. Ennek az a lényege, hogy nem akarjuk az egészet az elején mindjárt nagyon összeroppantani, mert akkor púderszerű anyag képződne. Számítógép szabályozza a búzaszemek méretét a Gyermei tésztagyárban. A sorokon évente 70 ezer tonna tésztát állítanak elő. A dolgozók a legmodernebb mezőgazdasági eszközöket használják, hogy egyenletes, jó minőségű termék kerüljön a fogyasztók asztalára. Igyekeztünk magas szinten automatizálni nem csak a gyártást, hanem a tárolást, a csomagolást, az anyagmozgatást, a raktározást. A gyár kapacitása meghaladja a magyarországi igényeket, így exportra is termelnek. A kormány évek óta támogatja a vállalat technológiai fejlesztését. Kiemelt cél ugyanis, hogy megszűnjön a digitális szakadék a kisebb és nagyobb termelők között. A legfontosabb üzenete és legfontosabb célja lényegében, hogy megtaláljuk azokat a tudásátadási formákat, amelyek alkalmazása révén a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki megtalálja azt a technológiát, azt az eszközt, amely a maga gazdálkodása szempontjából fontos. Nem szeretnénk, ha digitális szakadék alakulna ki. Amint egy 5900 négyzetméteres magas raktár, a cégcsoport legújabb égköve. A különleges kialakítású épület egyedi szállítópályákkal kapcsolódik a Hell saját italdobozgyárához. Ez pedig már a Borsod megyei Szikszó, ahol átadták a Hell Energy Kft. Automata raktárát. A 30 méter magas épületkomplexum teljesen automatizált, 13 szinten 31 ezer raklapnyi üdítő tárolására alkalmas. Szikszói beruházásainkkal olyan innovatív technológiát képviselő projekteket valósítottuk meg, amelyek a világon jelenleg a legmodernebbek és a leghatékonyabbak. Így büszkén kijelenthetjük, hogy a kiváló minőségű termékeinket Európa egyik legmodernebb italdobozjárában és töltőüzemében hozzuk létre. Az elmúlt időszakban összesen 30 milliárd forint értékben fejlesztették a szikszói gyárat, amelyet az állam 7 milliárd forinttal támogatott. A cégcsoport most csaknem 1000 embert foglalkoztat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol egyébként jelenleg 60 ezerrel dolgoznak többen, mint 2010-ben.